Nasıl ya? Çok. Ennyi maradt vissza nekem a koronavírusból, hogy most még a köhögés nem volt el teljesen. De csak nem köhögök, csak ilyen nagyon ritkán egyet-egyet. És az orrhang, az nem tudom, az nem akar változni. És... És az ízlelés érzék meg a szaglás az annyira még nem a legjobb. Úgy, na, Christopher, szépen nézed ezt a kukát. Mikor jön a kukás? Nem vitték el a szemetünket, úgyhogy ki kell rakjam majd csütörtökön egy csomót. Nem tudom, hogy fogom. Na, visszaállítottunk mindent az eredetibe, úgyhogy vissza lettek tolva. Hát a kupi az megmarad. Most keltünk föl és már. Úgyhogy most teázgatunk. Tó, én. Aztán ma kedd van. Virág már ment iskolába, úgyhogy neki lejárt a karantén. Minden rendben volt. Közben mi itthon csináltunk neki egy tesztet, mert különben azt mondták, hogy nem kell már teszt, hogyha lejár ez a karantén időszak, vagy ez a pár nap, vagy nem tudom, 10 plusz 3, vagy nem is tudom, hogy van. És ő már mehetett suliba, én meg csütörtökön szabadulok. Tehát holnap szerda, holnap fel kell hívjam az orvosi rendelőt, és hogyha azt mondták, hogyha minden rendben, akkor szabadítanak. Úgyhogy a Krisztián is csütörtökön már tud menni dolgozni, megint kinn a tyúk, megőrít. És levágom a szárnyát, és hogyan tud kirepülni akkor. Na mindegy. És csütörtökön már minden visszaáll a régi kerékvágásba, mert a úrfi is megy a bölcsödébe. Már nagyon várjuk. Ő is, mert azért szerintem hiányzik neki így a közösség, meg minden azért nem olyan egyszerű, na, mikor az ember itt csak itthon van, csücsülj oda le! Na. Szóval, amikor az ember csak így itthon van, és nem csinál semmit, mert hogy nem is tud, azért már az, mondjuk azt tervezem, komolyan mondom, hogy a csütörtöki napot, azt így végig fogom, hova tegyem a telefon, most nem ülök le, azt így végig fogom pihenni. Szóval nem mondom meg senkinek, hogy itthon vagyok, nem. De hogy úgy tényleg úgy elmegy, mindenki üres lesz a ház, se a Virág nem lesz itthon, se a Krisztián, se a Christopher, és úgy egy napot így végig pihennék, hogy filmeznék, vagy akármi, tényleg, mert nem volt egyszerű így átvészelni ezt a betegséges időszakot. Mert egyszerűen Christopher ugye ön abszolút nem érezte rosszul magát. Én nálam meg ugye úgy kezdődött, hogy elkezdett fájni a fejem, de így ilyen nyomásérzés, és onnan, mi ez? Meg ilyen ízületi fájdalmak. Így éreztem a kezembe, lábaimba, végtagjaimba. Aztán utána rosszabbra fordult. Nem tudom, hogy itt megáll. Nem. De úgy rendesen nem, vagy egyáltalán nem. Nem. Ha nem, az nem. Akkor ide. Lehet tudni rá. Már megint jön.
Na, szóval utána így elkezdtem belázasodni, akkor még rosszabb volt, akkor már tényleg mindenem fájt, és a végén napok keresztül én akkor azt hittem, hogy ez így fog maradni. Itt a derekam, itt ez a két pont, ott elkezdett fájni, és egész le. Küldemény. Egy pillanat, mert most ez nem tudom mi. Ja, jön a csomagom. Rendeltem a Christophernek, majd lehet megmutatom, karácsonyra. Azt nem bontom ki, csak így dobozból egy ilyen, mi a neve ennek? Parkolóház, ahova az autók be tudnak állni, és akkor le tudnak jönni. Meg mosogatógép kapszulát. Én ezt a Finish nem szeretem. Már megmondom, hogy melyiket. Ezt a tablettást. Ez Somat. Ez már nem olyan rossz, ez olyasmi, mint a Jár. De az a Finish nem. Viszont a Finish Quantum, az egy kocka, nem ilyen lekerekített, nem rendes kocka, majd megmutatom, az is ilyen nylonos cuccba van benne. De ezt a tablettás változatát, ezt nem szeretem. Szóval az a Finish, na, Finish Quantum, az viszont ilyen nylonos, és ilyen folyadékos, és blablabla. Ezt nagyon szeretem. És az Emagon rendeltem most 144 darab, volt 3000 valahány forint azért, mert nekem volt az Emagtól egy 3000-es kuponom, és akkor így 3000 forinttal olcsóbb. 3000 forint, úristen, valami beszédhibám lett. Szóval olcsóbban kaptam meg. És akkor mondom, rendelek. Na, még akkor teja. Bazd meg, hát nincsen kávém, és itt izé problémázok, hogy nem tudok inni kávét, és apukámtól kaptam szülinapomra ilyen. De hülye vagyok. Mondjuk miért itt van, miért nem ott a kávésban, mert ott azért meg is találnám. Na, mindegy, lényegtelen. Úgyhogy. És már azért azt várom, hogy így akkor mehessek boltba, amikor akarok. De amúgy el vagyok. Most van még gulyáslevesem, rakott cukorborsó. Van még egy tudorúgy, ezt majd odaadom a Christophernek. Zévi hozta. Meg a Kati, már nem tudom, ki volt az. Hú, most megint is szedni fogom. Na, ezeket vettem amúgy a Pepco-ba. Szerintem az tök jó. Van kis cuki mű, tudod? Van kavicsos. Tök jól néz ki. És akkor van még itt a csapnál is ilyen kis. Ez is szép. Ezt múltkor a Melinek mutogattam. Na. Bújjunk egy órát. Hát ez most nem veszem föl. Csicsukakka. Mi van, Beki? Ott van a Clarence sehe. Itt van ehe. Itt aludtak a... Ott aludt a Ceci, itt meg a Claire. Nem akar úgy kimenni.
egyébként nagyon elvárva. Beki, gyerünk, megjöttek az évvék? Jó, gyalog. Jaj, be van zárva! Ott a rohadtyúk csak kijön, de tojás nem tojnak, érted? Na, hozott nekem az Évi egy kis készpénzt, mert jön a csomag, akkor érkezik fizetni. Óni. Nem is újság, ez. Megnézem, az kíváncsi vagyok rá. Megmutatom, hogy tök jó lett a... Hát jó, ezek a kukák, amiket nem vittek el. Krisztián kipakolta itt most, van egy nagy tér, és akkor a spájzunk is. Tök jó rendezett lett. Mennyi, hogy itt a járólapozás majd meg kell csinálni, mert az nem lett befejezve. És föl is lett törve pár helyen. És akkor olyan. Tök jó szerintem. Nem tudom, hogy ma mit főzzek. Mondjuk van kajám, de úgy ennék valami. Valami mást. 15 fok. De nincs olyan meleg ott én forrósul. Kikó Bellát. Ott. Na, mi van, öccse? Alá. Krisztófer? Ha ne bontsam ki. Na, na, gyere. Hova mész? Kibontom. Tiéd, csak kibontom. Na, gyere már. Csattuga. Na, gyere, Hamika. Ilyen. Ott. Hát beütt, na, üljél. Ijaj, ez az öreg papolya igatás. Hú, de finom. Atya úristen, de finom. Bekik. Ijaj, te. Aj, ne feküdj le, mert nem tudok oda lehajolni. Móni. Na, a kukás autót nézzük. Minden nem érzek, de nem baj. Érdekes például a szarszagot, azt nem érzem. Bárki szarik, nem érzem. Nem nyelted még le? Krisztófer letépte az izét. Abból hajt a nyakörvet a Clarence nyakából, és belerakta a sajátjába. Móni! Na, megesszük a túró Rudit. Meg lehet, hogy egy kávét. Most már úgy, hogy én nagyon várom, hogy lejárjon a karantén, és mindenki elhúzzon a saját helyére. Munkahelyre, bölcsödébe, iskolába. Most már ölögem van. Szemét. Ellepött a szemét minket. Már nem tudok hova dobálni szemet. Ez a cukor meg öcsém. Megette az összes ceruzát, most a Krisztófer
Hát nem igaz. És megint leveszi az okniát. Én értem, hogy én is ilyen vagyok, de azért na, ne legyen malle. Ott! Nem. És ha ennek is szar íze lesz, de ezt tudom, hogy nem szar íze ez a kávé, akkor nem iszok. Hopp! Úgy, ahogy van. Már nagyon unom. Karosszériástú, meg minden estű. Meg a legyeket is. Kinyírom az összeset. Na. Csak csúszik, mi? Hú, gyerekek. Azért pont olvastam még tavaly egy olyan valami gyakori kérdések, hogy az rosszabb tudja mi. Koronavírusról, és akkor ott írták, hogy voltak itt. Engem leköpött a testvérem, de mégse kapta már, pedig ő koronavírusos volt. És akkor volt egy, az meg azt írta, hogy most tesztelik majd a nem tudom kiét, de ha az is pozitív, akkor ő föl fogja akasztani magát, mert most már egy hónapja karanténban vannak, mert egyszer az egyik miatt 10 nap, utána a másik miatt 10 nap, és a harmadik miatt is 10 nap, és most tesztelték a negyediket, és azt mondta, ha most az is pozitív lesz, hogy felakasztja magát, és megértem. Szóval, hogy van az a pont, amikor már... Hó, hagyjuk. Jaj, ott egy mosolygós fej. Ott a szeme szája. Kuk. Kőz! Te! Rossz ördög. Ördögös vagy? Ne! Nem vagy ördög? Ott! Ott volt, de ne nehogy így a kávét. Nekem volt ott! Ott! Igen. Autó? Autó. Autó. Ott meg anya van, meg Kiko. Ott az autó, hozd ide. Ide hozod? Hozd ide autót. Hozd ide autót. Hozzad. Mennyi. Hozd ide autót. Kérem szépen. Autó. Kérem szépen autót. Azt nem. Nem. Az sem, mert pont kávé. Ilyent vehetsz be, ha kérsz. Kérsz egyet? Úrta. Tesszék. Tess. Tess. Hamikáld meg. Na. Kati hangüzenetet küldött. Most a Kati gyerekei vannak otthon, mert ott azt hiszem az egész felső tagozat karanténba került. Hát nagyon nehéz ez, megmondom az őszintét. Mert most ugye a Virág elment az iskolába, de hogyha valaki megint beteg lesz, ők majd megint karanténba teszik, vagy ez hogyan működik, tessék? Menjél, nem nyitom ki. Na, nyugodj le. És akkor megy 3 napot, és... A cukor! Ez ki?
Menjél már bölcsödébe. Jó? Azt nem. Az kávé. Na. Az enyém. Tud, apa, oké. Menj, nézd a Nándi mesét. Elcsúszunk. Na, hát nem lehet meginni egy rohadt kávé. Menjél be, menjél. De összenyál, aztán foly. Mónika. Beki ott ül fönn a tizén. Istenem. Istenem, Istenem. Ezt csak úgy ide raktam. Ne legyen a fal olyan. Tudod, ez laminált padló. Az ablakok is a helyükre kerültek. Jaj, de jó, hogy az ablakok is a helyükre kerültek. Na, most pihentetek meg. Hú, de nehéz videózni. Hát, külön küldik ezt a csomagot, úgy néz ki. Úgyhogy, ez mennyi volt? Ja, 3380 kiszállítással együtt, ennyi volt a, ez a kapszula, de mindegy, akkor gyorsan megmutatom, aztán le is zárom a blogot. Megjött az úfi. Na, ebből a kiszerelésből van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Így néz ki. 18 darabos. Erről beszéltem. Ez is a kapszula. Kvantum. Na, úgyhogy jó lesz ez. Na, szóval nem jött meg most az autó parkolóház, de majd remélem, hogy a héten az is megérkezik. Köszönjük a figyelmet, éljetek, ahogy tudtok. Lehet, hogy még ma jövök, vagy hónap, nem tudni. Sziasztok!